lehetünk mi most is látni, hogy előbb hogy kinyitjuk az ajtót, és akként leomlítanak az által felhalmozott talaj. Minden nap általában újra készíti nekünk. Jön fel egy nagy szőrös tatú, Dél-Amerikából származik, és érdekes, hogy lehet látni, mint a döves állatok is jellemző, hogy ilyen elég kemény páncél borítja a testét, ez tele van ilyen kis csontlemezképje, és emellett ugye még sok szőr is található rajta, hogy nem néz ki. Viszont így összegondolni nem nagyon tud. Általában növényekkel, meg állatjeletű táplálékkal táplálkozik. Nálunk általában a zöldséget, meg a gyümölcsöt kevésbé kedvelik, inkább az állatjeleti állatjeleti tartoznak a kedvenceik közé. Sárkát fogyasztott el. Szóval a tatok ilyen üregrendszereket ásnak, hogy ide tudnak visszavonulni a ragadozók elől. Ez helyenként, ahol a talajviszonyok engedik, ez akár ilyen sok méter mély járatokat is jelenthet. És ha esetleg mégis egy ragadozó valahogy ugye a járaton kívül lepi meg őket, akkor úgy szoktak védekezni, hogy leszorítják a testüket a földre. Ez ugye azért szükséges, mivel felül kemény páncél borítja őket, viszont hogy így a hasi részük az egész kis kupa. Nagyon barátságos, a kézbevételt azt kevésbé szereti, de időnként elő is fordul, kiengedjük itt, hogy megvizsgálja a területének a külső részét. Éjszaka sokkal aktívabb, mint napközben. Itt nálunk is általában ilyen dél egy óra felé jelentő, hogy fel kell, a bielőtteket általában alvással szokta tölteni. Tömper Magyarországon a Miskolci állatkertben látta meg a napvilágot, és tavaly év ősz vége felé került ide a tropikárium, és a karanténideje lejárta után ugye ki is került ide a kiállításból, teljesen felforgatta az egész helyet. Köszönöm szépen a figyelmet. Jani voltam és Dömpere tropikáriumban. Remélem legközelebb is megismerkedtek valamelyik érdekes állatfajokkal.